Itt vagyunk az akváriumban, az Ex-Gödör klubban, és egy punani, masszív, akusztikus koncertnek lehetnek majd a kedves tévénézők szem- és fültanúi. Ez nem csak a hip-hopra jellemző, alapvetően minden műfajban tetten érhető az, hogy a visszanyúlnak a zenészek olyan hangszerekhez, amelyek más műfajokban, mint például a hegedű, stb. Élő zenével sokkal inkább az ember, hogy is mondjam, így ki tud teljesedni, minél több a hangszer, annál nagyobb az élmény. Egyrészt nekünk is, mi, akik fönn vagyunk a színpadon, illetve a hallgatók és a nézők számára is. Szerintem ez kicsit így külön választja, tehát így az élő hip-hop zenét talán nem abba a samplinges, szemperes katujába raknám. Én azt gondolom, hogy mindkettő egy műfaj, de megvannak ennek a szépségei mindkét oldalról, tehát nem gondolom, hogy külön kéne választani, inkább csak azt mondanám, hogy a 2010-es évtől körülbelül most már természetessé vált az, hogy a hip-hop zenének bizonyos részei most már akár Dizzy Rascalnál is hallhatunk ugye olyat, hogy szinte house zenékre Armand van Heldennel csinál közreműködés, és tökéletesen megállja a helyét egy hip-hop buliba. Sokan baskalaposak, illetve baseball sapkásak, akik túlságosan komolyan veszik az számukra, szerintem úgy definiálnák ezt a fogalmat, hogy underground, hogy olyan zene, ami jó, minőségi, de még kevesen ismerik. És ezáltal, hogy ő azt hallgatja, úgy érzi, hogy ő különben, mint a többi ember. És onnantól kezdve, hogyha egy zenekar kezd felfelé, vagy egy csapat, vagy egy együttes kezd felfelé építkezni, és már többen ismerik, akkor utána úgy vannak vele páran, hogy hú, ez nem jó, mert biztos alájutottak nagyon sok pénzt, vagy éppen a valakinek a családja az, nem tudom, valamelyik kiadónál van. Ez butaság. A mértékegység, érzelemmetesség, a kedvességet, a mesterséges rendesség. Nyafognak sokszor szerintem azzal, hogy nem ezt a hangzást szokták meg tőlünk, főleg akik kezdetben hallgatták a körkorképlemezünket. Hát nagyon sajnáljuk.